Bekezdte hivatalos izraeli látogatását Orbán Viktor, ezzel folytatjuk. Benjamin Netanyahu pontosan egy évvel ezelőtt tett hivatalos látogatást Magyarországon. 1989 óta ő volt az első izraeli kormányfő, aki Budapesten járt. Benjamin Netanyahu miután egyeztetett Orbán Viktor miniszterelnökkel, közölte: kormánya prioritásként kezeli a diplomáciai kapcsolatok minél szorosabbra fűzését Magyarországgal. Netanyahu akkor úgy fogalmazott: a két ország kapcsolatában új fejezet nyílik, ez ugyanis egy olyan együttműködés kezdetének az alapja, amely a jövőről szól. Az izraeli kormányfő hangsúlyozta: nagyra értékeli, hogy a budapesti vezetés támogatja a hazai zsidó közösség fejlődését. Világossá tettem a miniszterelnök úr számára, hogy a magyar kormány zéró toleranciát hirdetett mindenfajta antiszemitizmussal szemben. Elmondtam a miniszterelnök úrnak, hogy a zsidó életnek ma reneszánsza van Magyarországon, és erre mi büszkék vagyunk. Győztünk! Az áprilisi országgyűlési választások után a külföldi vezetők közül először Benjamin Netanyahu gratulált Orbán Viktornak, egyúttal pedig izraeli látogatásra invitálta a magyar kormányfőt. A miniszterelnök ma délután utazik a zsidó államba, ahol Netanyahuval és Reuven Rivlin izraeli elnökkel is tárgyal. Orbán Viktor delegációjának a magyar kormány 4 tárca vezetője is tagja. Orbán Viktor először látogat el miniszterelnökként Izraelbe. Vendégem a stúdióban Veszprém László Bernát, újságíró, Izrael szakértő. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Túlzás mérföldkörről beszélni, vagy újabb mérföldkörről beszélni a két oldal kapcsolatokban a tavaly nyári Netanyahu ellátogatás után? Nem gondolom, hogy túlzás. Én azt gondolom, hogy mindenképpen egy nagyon komoly új ponthoz ért el a két országnak a kapcsolata. És azt is érdemes látni, hogy itt nem egyszerűen a magyar-izraeli kapcsolat egy pozitív változásáról beszélünk, hanem összességében az Izrael és a kelet-közép-európai országok közötti kapcsolatokban egy nagyon komoly változás történt meg, ugyanis nem csak Izraelben, elég sok más helyen a nyugati világban is, de mindenképpen korábban úgy tekintettek ezekre a kelet-közép-európai országokra, mint kicsit ilyen lesajnált, kicsit ilyen nacionalista, valószínűleg antiszemitának is látták ezeket az országokat. Tehát nem igazán voltak mélyek ezek a kapcsolatok, és az utóbbi időben az látható, hogy ezeket a prekoncepciókat sikerült lebontani Izraelben. És Izrael jelenleg számos ilyen kelet-közép-európai országgal, különösen a V4 országokkal, de Ausztriával, Romániával, Bulgáriával egyre gyümölcsöző kapcsolatokat épít, és ebbe a folyamatba tökéletesen illeszthető Orbán Viktor jeruzsálemi látogatása. Illeszthető Magyarország, vagy élen jár ebben a folyamatban Magyarország? Azt gondolom, hogy Magyarország és Lengyelország kimondottan az élen járnak ezekben a kapcsolatokban, de fontos kiemelni, hogy ezek folyamatosan fejlődnek. Tehát nem is olyan régen Szlovákia is bejelentette, hogy egyfajta kulturális kirendeltséget tervez nyitni Jeruzsálemben, és hát Csehország is kimondottan Izrael barát külpolitikát folytat. Hogy fogadja az izraeli közvélemény a Kelet-Közép-Európa közeledését? Hogyan tükröződik ez az ottani véleményekben? Hát a példanapok helyett az izraeli sajtót, hogyha megvizsgáljuk most Orbán Viktor látogatásával kapcsolatban, akkor azt láthatjuk, hogy egy meglehetősen kiszámítható felosztás tapasztalható a különböző orgánumok között, tehát a baloldali orgánumok élén a Háreccel azt a narratívát próbálják elöltetni, hogy itt Benjamin Netanyahu antiszemita, nacionalista európai vezetőkkel működik együtt, és megpróbálják összemosni a jelenlegi izraeli kormányt ezekkel a vádakkal. Fontos látni persze, hogy ez a saját aktuálpolitikai céljaikat szolgálja, tehát az, amikor már Izrael miniszterelnökét antiszemitázzák a sajtóban, az már érezhetően egy... Ez a vicc kategória. Igen, azt tehát egyszerűen kilóg a lóláb egyértelmű, hogy Benjamin Netanyahu nem antiszemita. Ezzel szemben érdekes látni, hogy a jobboldali izraeli sajtóorgánumokban meglehetősen fair és objektív hangon kezelték Magyarország miniszterelnökét, tehát például az Israel Hayom újság az több dokumentumot is közölt azzal kapcsolatban, hogy Magyarország az ENSZ-ben Izrael barát külpolitikai állásfoglalásokat tett, vagy azzal kapcsolatban, hogy milyen gesztusokat tett a hazai zsidó közösség kulturális megújulására. Igen, ezt is kérdezem, hogy Heizler András múlt héten nyilatkozott az egyik jeruzsálemi újságnak, és azt mondta, hogy Magyarországon biztonságban van a zsidó közösség. Kimondottan fontos volt látni ezt, hogy a Times of Israelben megjelent egy nagyon jó cikk, ritka jó cikk volt, aképpen Jákob Schwarz tollából, és itt Köves Lomó és Heizler András bármennyire is
más véleményeken vannak más kérdésekben, ebben egyértelműen egyetértettek, tehát azt mondták, hogy a hazai zsidó közösség biztonságban van. És különösen fontos ezt látni, és talán a Times of Israel cikke is utalt erre, hogy ha összevetjük a magyarországi mondjuk antiszemita atrocitásoknak a számát, felmérések ugye vannak erről, a nyugat-európai országokban történt atrocitások számával. Franciaország, Belgium. Nagyon komoly a különbség, tehát Magyarországon ugye múlt évben 37 atrocitás történt, Nagy-Britanniában, Németországban, Franciaországban több mint 1000. Milyen gazdasági sikereket vagy gazdasági eredményeket hozhat a kapcsolatoknak az erősödés? Én elsősorban arra gondolok, hogy Magyarország nagyszabású haderőfejlesztésbe kezdett. Most Izrael a hadiparban a világ elsők között van, elképzelhető-e valamiféle gyümölcsöző kapcsolat? A sajtóban ilyen hírek, amennyire én figyeltem, nem jelentek meg, és persze ezekkel a hírekkel is hát mindig vigyázni kell, hogy éppen mi röppen fel. Tehát azt is szellőztette már meg az izraeli sajtó, hogy a magyarországi nagykövetséget átköltöztetik Jeruzsálemben, erről sem hangzott még el semmilyen hivatalos, tehát helyeslő állásfoglalás, hogy ez valóban így lenne. Illetve arról is voltak hírek, hogy például okáért a 2015-ös migránsválság idején Magyarország állítólag Izraellel működött volna együtt a határkerítés felállításában, aztán később ezt sem sikerült teljességgel igazolni. Izraelnek egy nagyon fontos terület. Az ötlet azért lehet, hogy... Tehát egyébként az ötlet az meglehetősen hasonló, és hát nem is véletlenül születtek ilyen tanulmányok. És hát a hatékonysága is egyébként. Hát éppen arról akarok beszélni, hogy születtek ilyen tanulmányok, amelyek összevetették az izrael és a magyar határkerítésnek a hatékonyságát, és arra jutottak, hogy mind a kettő kiemelkedően hatékony módszerei az ország szuverenitásának a megvédésének. És persze nem meglepő, hogy ilyen fejlesztésekben együttműködik a két ország, hiszen Izrael... Apropó határkerítés, azt írta ma az egyik izraeli hírügynökség, hogy Benjamin Netanyahu-nak szerepe lehet abban, hogy Orbán Viktor és Donald Trump viszonya közelebbi vagy szorosabb legyen. Valóban erről elhangzottak már ilyen találgatások a sajtóban, de hát mint mindig a sajtóban való találgatásokról az ember csak... De ugyanakkor nem zörög a haraszt, hanem fújja a szél. Hát ami szerintem nagyon jellemző volt, hogy Szijjártó Péter, amikor május végén Washingtonban látogatott, akkor az izraeli követséget is felkereste egy Herzl-Tivadar emlékére szervezett rendezvényen, és ott is beszélt arról, hogy Magyarország például mindig kiáll Izrael fermegítéléséért, valószínűleg jelzésértékű az, hogy amikor Szijjártó Péter Washingtonban járt, akkor az izraeli követséget is megkereste. Magyar, elsősorban a baloldali sajtóban viszont vádként fogalmazódik az meg, hogy a magyar delegáció nem tervez palesztin területekre lépni. Lehetséges lenne ez egy izraeli hivatalos látogatás keretében palesztin területeket meglátogatni? Diplomácia világában? Általánosságban, hogyha az EU különböző országaiból látogatást tesznek Izraelben, akkor ugye az az elfogadott protokoll, hogy például akárért nem látogatják meg a siratófalat, és hogy általában tiszteletüket teszik a palesztin hatóság területén is. Ezzel a tendenciával például akárért már az osztrák miniszterelnök felhagyott, tehát ő meglátogatta a siratófalat, nem találkozott palesztin vezetőkkel, és most Orbán Viktor is úgy néz ki, hogy ezt a tendenciát fogja megerősíteni. Semmilyen Zsolt látogat majd kicsivel kis. Hát, amit én olvastam a hírekben, hogy nem találkozik palesztin vezetőkkel, de ellátogat Betlehembe, ami persze a palesztin hatóság területe jelenleg, de úgy tudom, hogy ő sem fog találkozni palesztin vezetőkkel. Ez mindenképpen egyfajta szuverén álláspont kialakítása az EU-s külpolitikával szemben. Mi lehet a legnagyobb eredménye ennek a mostani találkozónak? Azt gondolom, hogy a legnagyobb eredménye a presztízsérték ennek a dolognak és a diplomáciai hatása. Tehát egy nagyon egyértelmű kijelentése ez annak, hogy Orbán Viktorra nem lehet egy elszigetelt és ilyen kellemetlen nacionalista hangokon szónokló politikusként tekinteni, tehát Magyarország nem egy marginalizált ország ilyen értelemben, bármit is állít ez összeben a progresszív narratíva. Veszprém László Bernát, köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm.